kezemben tartok egy nagyon értékes és érdekes kiadványt. Jó estét kívánok! Ez azt hiszem, hogy akkor is értékes lenne, hogyha csak mondjuk képek lennének benne, mert hogy az Alba Csávók című könyv van most itt nálam, amely ugye az Alba Fehérvár tavalyi bajnoki címét, bajnoki menetelését eleveníti fel, és akik kezükbe veszik ezt a könyvet, újra élhetik a legtöbb pillanatot, de nem csak kép van benne, a fotók nagy része Simon Erikától származik? Vagy szinte kivételen nélkül Erikától. És a vendégeim azok, akik megtöltötték a fotó mellett betűkkel is, Posede és Somos Zoltán. Ákos most nincs itt tőle, majd kérjék, légy szíves elnézést. Sziasztok, üdvözöllek a műsorban. Én azt olvastam Zoli által írt cikkben, hogy ebben a könyvből kiderül, hogy miért, hogy lett a csapat beceneve az Alba Csávók. Hát a Zoli tudja ezt legjobban elmesélni, mert Lórán Péter neki mesélt el a történetet, bár azért nagyjából ismert volt persze mindenki. Igen, nagy kulisszatitok nincs, ugye az Alba Csávók az egy slangből, amit Lórán Peti vitt be az öltözőbe származott, ő mondja el, hogy egy barátja volt, aki mindenkit csávóként üdvözölt, szevasz csávó, hogy vagy csávó, és akkor ő ezt az öltözőben elkezdte terjeszteni, és hát főleg Justin Edwards a külföldiek közül nagyon ráharapott, tetszett neki ez a szó, hogy csávó. Nyilván, hogy ki tudja mondani egyáltalán, és akkor egy idő után mindenki csávó lett az öltözőben, és hát Lóri, aki tökéletes csapatkapitány olyan értelemben, hogy pontosan tudja, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is össze kell fogni egy csapatot, gyakorlatilag egymaga egy brendet csinált ebből, vásárol több tucat sportsapkát, amelyre rányomtatta ezt az Alba Csávók feliratot, és mindenki, az összes játékos, a stáb, a vezetőség, az irodai dolgozók is kaptak, tehát gyakorlatilag egy nagy családdá kovácsolta össze ezzel az Alba Csávókat, és később ez megjelent a közösségi médiában, szurkolók fölkapták, úgyhogy ez a csapat ez visszavonhatatlanul Alba Csávók lett. Szóval és a címadásnál már nem is volt sok mozgásterünk. De pont ezt akartam, nem kellett akkor éjszakákat ezen törni a fejeteket, hát, hogy mi legyen a ellentétben cím. A többi könyvvel, igen. Elkezdtük, de nem tudtunk jobbat kitalálni, tényleg adta magát. És gondolom, amikor lefújták a bajnoki döntő utolsó mérkőzését, akkor neked nem kellett telefonálni Zolinak és Ákosnak, mert megszokták, hogy együtt dolgoztok. Hát nem egészen így történt, volt azért néhány telefon bokros teendőik miatt, de hát aztán végül csak azt tudom mondani, hogy nem akarta kimaradni ebből a hős történetből, a hős költeményből. És ilyenkor mennyire szabod meg a vezérfonalat, vagy ezt tényleg így hárman csináljátok? Hát én azt gondolom, hogy az évek alatt elég jó csapattá alakultunk, hiszen már az ismeretségünk meg az együtt dolgozásunk az jó néhány évre tekint vissza. Zoli nem látszik fiatal ember, mint az Édes Tóva, ugye az első könyvet is 19 évvel ezelőtt írtuk, úgyhogy... De belegondolni is szörnyéket, pont ezen gondolkoztam én is a napokban, hogy jövőre lesz ugye 20 éve, hogy az Alba Komp megszerezte az első bajnoki címét, ami egyébként egy egészen elképesztő jelentőségű esemény volt, akkor úgy emlékszünk rá, és szerintem nem felnagyítva a dolgokat a város és a szurkolók a klub történetében, mert azért egy vidéki csapat bajnoki címe az akkor is, mint ahogy ma is óriási dolog volt, akkor még egy kicsit nagyobb, mert akkor még azért voltak fővárosi, meg hát vidéki gigaklubok is, amelyeknek a köreibe így be kellett férni, és hát az Alba Komp ezt megtörte, ezt az uralmat, és óriási átborzongató dolog volt, úgyhogy akkor szinte a könyv is így magától folyt ki az ember tollából, annyi friss élmény, annyi óriási szenzációszámba menő érzés volt az emberben. Hát nem mondom, hogy már a rutinná vált, ez már az ötödik bajnoki cím és az ötödik könyv, de azt mondtam magamban, hogy tulajdonképpen amíg így 4 évente írunk egyet, jó, mondjuk ha elképzelni, hogy valaki mondjuk a veszprémi kézisekről akar minden bajnoki cím után egy könyvet írni, akkor már a Széchenyi könyvtárban kell külön termet bérelnie lassan, viszont nincs is akkora érzés vagy élmény az egészben. Úgyhogy jó ez így. De hát gondolom, hogy minden évben úgy álltok neki a bajnokságnak, hogy jó lenne a végén egy ilyen könyvet írni. Hát sokszor közel voltunk hozzá, azért lehetne ez a sorozat egy kicsit bővebb is, hiszen ugye azelőtt, amilőtt 4 évvel a bajnokságot nyert a csapat, akkor is egy kiváló csapatunk volt, és akkor is csak egy hajszálon múlott, hogy bajnokságot nyerjünk. Ugye emlékszik mindenki, aki szereti a kosárlabdát, arra az utolsó pillanatos Hanga Ádám féle dobásra, amikor Báder Márton egy kicsit megsegített ott a levegőben, kibillentette az egyensúlyából, és ezen ment el a bajnoki cím, meg Tony Cracker sérülésén.
ha ő nem sérül meg, akkor mérget veszek rá, bajnok lett volna a igen, csapat. Ez volt 2011-ben, és ugye 13-ban lett aztán bajnok az Alba, de úgy, hogy 13 év után. Tehát az 13 év azért 2000-től 2013-ig, kivétel nélkül gyakorlatilag mindegyik olyan volt, hogy ott voltunk a négy között, vagy a döntőben, vagy legalábbis az esélyes, volt egy Rahedli bronzérem, és mindig hiányzott az embernek, hogy de hát miért nem, hát hogy nem sikerült. Hát ezt képest most ezzel a négy évenkénti címmel szinte el vagyunk kényeztetve. Annál is inkább, mert ugye annak idején, amikor megnyert az első bajnokságot az Alba Komp, akkor megnyerte a következő két évben is, tehát három év alatt nyert három bajnoki címet a csapat, utoljára 2000-ben. És 2000-től 2013-ig hát voltak azért szűkebb esztendők, bár az Alba Komp, Alba Fehérvár bármilyen éven is indult a bajnokságban, mindig meghatározó csapat volt, leszámítva ezt a mostani sikersorozatot megelőző két évet, amikor meg kicsit kevésbé. Meghatározónak indult akkor is, csak hát a meglepetést, negatív meglepetést ért el a csapat. Van kedvenc történeted ebből a könyvből? Hát végül is szinte minden az, mert a fiúk azért gondoskodtak róla, hogy fordulatos cselekményekben, eseményekben és drámai fordulatokban bővelkedő legyen ez a könyv, hiszen ugye emlékszünk rá, hogy én csak saját magam példáját mondjam, én bizony legalább két-három alkalommal azt hittem, hogy oda minden. Például akkor, amikor a Körmend annyira megvert itt bennünket Fehérváron, még az alapszakaszban, amikor úgy látszott, hogy ha a két csapat közül valaki azt mondja nekem, hogy az egyik bajnok lesz, sőt megnyer mindent ebben a bajnokságban, hát nem nagyon fogadtam volna a mieinkre. És végül hát mi lett a vége, mi mindent nyertünk, a Körmend meg hoppon maradt semmit. Igen. De ugyanígy a playoff tulajdonképpen mind a három első mérkőzésen, amikor úgy megszenvedtünk a Kecskeméttel, amikor nagy nehezen hosszabbításba sikerült verni a nem túlságosan acélos Kecskemétet. Aztán, amikor kikaptunk itthon a remek körül játszó Zalaegerszegtől, és ugye a végén pedig kikapjunk a Falkótól is az első meccsen a hazai pályán, attól a Falkótól, hogy az egész bajnokságban addig hazai pályán soha nem veszített, márpedig az, hogy bajnokok legyünk, meg kellett verni a Falkót szóval. Akkor te sokszor gondoltad úgy, hogy ez nem lesz meg, Zoli, te? Vagy nem lehet meg, vagy megfordult hát a fejedbe? Legalábbis kétségeim voltak. Így van, én még annál is többször szerintem, és egyébként ennek a bajnoki címnek nyilván óhatatlanul felmerül mindig, amikor öt-ötször bajnok egy csapat, hogy melyik a legkedvesebb, melyik a legkülönlegesebb. Hát ennek az igazi ízét ez adja, hogy én azért úgy emlékszem, hogy az előző négy bajnoki cím az kivétel nélkül olyan volt, ahol azért nagyon sokan teljesen egyértelműen látták az erőviszonyokat. Az Alba Komp a maga idejében anyagi lehetőségeinél fogva egészen kimagasló klub volt. Dávid Kornélokkal, Halm Rolandokkal, McLendonokkal, olyan légiósokkal, Robert Shannonnal, amik nem voltak máshol. De még a 2013-as csapat is szerintem egyértelműen a hazai pályát mindig megvédve, megőrizve. Ennek a mai bajok csapatnak az volt a szenzációja tényleg, hogy gyakorlatilag mintha direkt a nehezebb utat választották volna. Tehát mintha úgy akarta volna fölmenni egy hegycsúcsra, hogy azt mondják, hogy van egy jó kis turista ösvény, ami mindenki föl tud menni, de mi menjünk a sziklák, a szirtek és a járhatatlan út felől. Kapjunk ki mindig először itthon, nyilván nem direkt volt, de tényleg így nézett ki a dolog. És már az alap, illetve a középszakaszban is számtalan ilyen volt, hogy ha azt a meccset még elveszítjük, akkor lecsúszunk, akkor aztán gond lesz, és azt a meccset éppen mindig nem veszítette el a csapat, jól lehet másokat meg igen. Tehát ez egy rendkívül mentális erejű és küzdőképes Alba volt. Bár azért ugyanakkor meg a régi időkben is voltam hasonló helyzetben, emlékezz csak vissza a második bajnok csapatra. Akkor volt az, hogy mindenféle nagy tervek voltak, hogy kik jönnek, milyen játékosokkal erősít a csapat, hogy az Európai Kupa porondon is szeretne maradandót alkotni, és akkor erre jött az, kezdték bővíteni a csarnokot, nekiálltak kidönteni a falakat. Kisverték a falakat teljesen. Tehát ott üresen tátongtak, az oszlopok tartották szerkezetet, és ahogy azok a kábelek ugye a régi csarnoknál, és akkor jött az a kis malőr, amikor a fő szponzornak a vezetőit letartóztatták. Hozzáteszem, hogy szerintem egy tipikusan, mit mondjak, egy koholt vádak alapján történő... Ilyen magyaros történet? Mai napig megmagyarázhatatlan história, nem? Én azt gondolom, hogy semmit nem követtek el akkor az Alba Komp vezetői, semmi olyat, amit mások ne követtek volna ebben a szakmában. De hát valami oknál fogva éppen ők lettek a kiválasztottak, akiken példást tatuáltak. Nem akarok belemenni itt a történetbe, de akkor azért megint csak erős kétségeink voltak, hogy lesz-e itt egyáltalán csapat, lesz-e itt valaki, aki ezt a csarnokot befejezi, lehet egyáltalán ennek a csapatnak való játszani. Aztán ez is megoldódott, kiegyenesedett. Csoda történet volt különben, mert azért ritka lehet hogy a profi sportban hallani, hogy játékosok, edzők azt mondják, hogy akár ingyen is vállalják azt, hogy játszanak a csapatban.
Aztán megoldódott a dolog, szóval azért nem kellett ingyen játszaniuk, de akkor is én azt gondolom, nagyon vagány dolog volt, és az is egy hőstett volt a maga módján. Ezt ebből a könyvből, vagy bármelyik korábbiból mi derül ki az olvasó számára? Tehát az, aki mondjuk nem járt tavaly meccsre, ő neki lehet egy olyan, hogy megkapja mondjuk ajándékba, és azt mondja, én innentől kezdve akarom látni ezt. Ezt hadd mondjam én, hogy neki Zolinak magát dicsérni. Remekbe szokott portrék vannak benne minden egyes játékosról, Zoli és Ákos tollából. De ezen kívül azt gondolom az is érdekes, amit a meccsek krónikájához Branislav Dzunis, vagy Dzunis Branislav elmesél, mert olyan intimitásokat, olyan öltözői titkokat lehet belőle megtudni utólag a játékosokról, hogy amit az ember nem gondolt volna, tényleg egy ilyen egyszerű eset. A közönség számára Justin Edwards volt ugye a csapat első számú sztárja, Dzunis pedig azt mondja róla az ominózus hazai szónoki meccs kapcsán, amikor megsérült, amikor bekövetkezett az a mindenki által ismert történt, hogy a láb fejében egy apró csontocska eltörött. Ez piszokul tud fájni, éppen elég arra, hogy az ember ne tudjon rálépni kosárlabdánál, meg hát ez viszonylag alapvető feltétel, hogy az ember tudjon futni, ugrani. Szóval Báne azt mondja, Branislav Dzunis azt mondja erről az esetről, hogy ő már azt hitte, hogy kész vége, azon a meccsen biztosan nem fog játszani Justin Edwards, jegelték a lábát, nagy fájdalmai voltak, és aztán néhány perccel a mérkőzés vége előtt, amikor éppen úgy állt a dolog, hogy ez is azok meccsek közé tartozott, hogy ha azt elveszítjük, akkor így, meg úgy, meg amúgy. Szóval ilyen döntetlen körüli állásnál Justin Edwards jelentkezett, hogy szeretne visszaállni. Visszaállt, dobott két vagy három kosarat, ami gyakorlatilag szinte eldöntötte a mérkőzést, és utána pedig a röntgen megmutatta azt, hogy lábtörése van. És akkor erre mondja ez Branislav Dzunic, amit nyilván sokan nem tudtak, nem gondoltak volna, hogy ő egy kicsit azért utólag bevallja, kicsit puhának tartotta Justin Edwardsot, aki ugye visszaállt, és utána pedig visszaállt a bajnokságban is, hiszen már az elődöntőben már újra ott volt a csapatban, sőt az egyik legjobb játékosunk volt. Szóval aztán megállapított a Dzunic, hogy nem, hogy puha nem volt, hanem egy hős volt, aki még akár a későbbi karrierjét is kockáztatta a csapatért, azért, hogy az Alba nyerjen. Hát ez is azt bizonyítja talán, amit Zoli mondott, hogy ez egy mentálisan nagyon erős csapat volt, meg tényleg egymásért nagyon sok mindent megtettek a pályán. Szóval itt a lehetőség, mondd el, mi az, amit nem lehetett megírni a könyvben. Van-e egyébként ilyen? Vagy volt-e ilyen a portrébeszélgetések? Valakinek, amikor visszahallgattad mondjuk, amit a diktafonnal rögzítettél, hogy jó, baromi jó sztori, ezt nem lehet leírni. Hát nem is sztori, igazából nyilván egy játékos... Ezt egyszer egyébként az Ákos fogalmazta meg nagyon jól egy teljesen más téma és egy más fehérvári csapat kapcsán, hogy amikor mi szurkolóból, amik gyerekkorunkban, meg fiatalkorunkban voltunk, hirtelen újságírók lettünk, olyanok, akik látják időnként, hogy mi történik a kulisszák mögött, ott az ember elveszti az ártatlanságát. Tehát szurkolóként te hiheted azt, hogy egy csapatban csupa nagyszerű ember, egymás szerető, szent sportember játszik, akik tényleg látod, hogy a pályán válvetve harcolnak, és egyébként abszolút ez volt ebből a csapatról a benyomás, itt soha nem lógott ki senki nem érezte, hogy kedvetlen, hogy már inkább lemenne, hogy most is mesélted, hogy inkább sérülten is visszaálltak. De nyilván ez nem jelenti azt, hogy adott esetben a kulisszák mögött nincsenek feszültségek, nincsen egy kis rossz vélemény, vagy valamiféle morgolódás, hát ilyesmi időnként megjelenik. Tehát beszéltem én olyan játékossal, aki nem mondott annyira szépeket mondjuk a többiekről, mint ami mi általában azért bekerült a könyvbe, meg amit a pályán mutatott teljesítmény indokolt. Viszont az nagyon nagy, és ezt nem azért nem írja meg az ember, mert azt mondja, hogy most szép képet kell mutatni, hanem mert igazából egy bajnoki cím és egy ilyen menetelés, ez nem erről szól, nem a feszültségről. Volt előtte két olyan szezon, hogy pontosan mindenki tudta, hogy itt edzőktől kezdve pályaedzőket, egymást, légiósokat, nem tudom, tehát hogy nem szívlelnek annyira a játékosok, és ez meg is jelent a pályán, és kizúgtunk még a rájátszásból is. Ez viszont az a csapat volt, amely a pályán tényleg meg tudott harcolni és megdögleni egymásért. Úgyhogy olyan sztori nem volt, amire azt mondom, hogy nem lehetett leírni. Olyan szavak voltak, amiket azt mondtam, hogy jó, hát ez nyilván mindenkinek a szívügye, hogy gondol valakire. Mondhatta volna szebben kis dolog. Igen, esetleg udvariasan, de semmit nem árnyal azon a képen, hogy tényleg a pályán hihetetlenül jól tudott egymásért küzdeni ez a csapat.
Hát lehet, most az jutott eszembe, hogy itt, amikor nem jutott a csapat a rájátszásban két évvel ezelőtt, hogy akkor is lehetett volna én egy könyvet. Sajnos a mai világ lehet, hogy megírták volna szerintem. Vannak, akik arra vevők elsődlegesen, igen, hogy a csúnyaságokra építsenek. Nem, meg hát ez is olyan, hogy beszélgetsz egy játékossal, nem biztos, hogy elmond mindent, amit gondol. Nagyon érdekes volt például a Markovics Lukával beszélgetni, aki egy végtelenül jó hozzáállású, elképesztően profi játékos, abban az értelemben, hogy többször mondja, és ez be is került a könyvben, hogy ő azért többet szeretne játszani, ő úgy érzi, hogy neki azért több lehetőséget lehetne adni, de az a dolgom, mondja, hogy amikor fölküldenek a pályára, akkor annyi idő alatt tegyem meg, amit tudok, és ő ezt még mindig meg is teszi. Tehát ő nem az a játékos, akin érzed, hogy most akkor válvonogatva, meg sértetten fog eldobingálni, amíg le nem cserélik, mert hogy neki amúgy 40 percet kellene játszani. És biztos, hogy ilyen történetek vannak. Valaki azt gondolja épp ellenkezőleg, hogy ő már túl van terhelve, hogy már alig bír menni, most akkor mi nem lehet egy kicsit leültetni, pihenni, más meg épp ellenkezőleg, hogy mi nem küldenek már be, amikor én most tudnék segíteni. Ettől jó sportemberek, hát mindenki nyilván maximálisan akar mindig teljesíteni, de alapvetően mondom, ez egy nagyon egységes, jó csapat volt. Hát én meg azt gondolom, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy a világunk valahogy tele van antihősökkel. Olyanok is antihősé válnak, akik egyébként talán sokszor nem is annyira rosszak, csak hát a bulvár média előszeretettel nyilván azokban látja meg a sztorit, amikor valaki negatív színekben tűnhet fel, vagy tüntethető fel. Ezért vagy jó a sport, fel. Mert ott hír a pozitív hír. Én meg azt gondolom, is. Azt gondolom, hogy jó az, hogyha hősök is vannak a világban, hogyha pozitív egyéniségek is vannak, és lehet, hogy egyik-másik játékosra lehetne azt mondani, hogy egyébként a magánéletben, a pályán kívül, most nem arról beszélek, hogy valami hajmeresztő botrányok lennének, csak lehet, hogy az az eset, akit az ember nem első gondolta az, hogy pont őt hívja meg vacsorára, vagy valami emelkedett vitára, de ez nem lényeges. A lényeges az, hogy ott a pályán mit láttunk tőle, mi volt az előadása, mi volt a színházban, ott meg csoda dolgokat láttunk, ezért volt jó az a csapat. Lehet, hogy olyasmire gondolt, biztos pikáns lett volna, hogyha mondjuk Lórival elkezdek a szövetségkapitányról beszélgetni, és ha már ott adunk, hogy ki mit terjeszt másokról, tehát azért van ebben a történetben ilyen, de például ő is azért sokkal intelligensebb játékos, annál meg nyilván én is elfelé vittem a dolgot, hogy most egy ilyen könyvben arról beszéljünk. Nem úgy, egyébként... mint az érintett másik fél. Hát ez intelligencia kérdése, így van. Tehát, hogy egy sikert ünneplünk, akkor nem az a téma, hogy akkor elkezdek üzengetni valakinek, hogy na látod, hogy milyen hülye vagy te, hogy mint hogy egyébként a kapitány megtette, tehát van itt azért különbség a felek között. Bárhogyan bánni, azért nem tudtam megállni, hogy azt azért legalább ne szögezze le elég sarkosan, hogy a legjobb centerpár Magyarországon Lórán Péter és Keller Ákos, és hogy a maga posztján kell Lórán Péternek nincs jobb játékos a magyar mezőnyben. Aki nem volt ott az Európa-bajnokságon. Nagyon kevés időnk van már a műsorból. Ugye 4 meccset játszott eddig a szezonban az Alba. Azt mondjátok meg, hogy ez alapján hogy érzitek, amit láttatok esetleg edzésen, felkészülési meccseken. Jövőre megkészül egy újabb könyv? Hát nem tudom, mondom, tényleg nagyon-nagyon régen volt olyan, hogy 2 évben egymás után. És másik csapatnak sem, a Szolnok kivételével gyakorlatilag még címet védenie sem sikerült az utóbbi években. Szerintem annyira elképesztő módon kiegyensúlyozott lesz ez az idei bajnokság, hogy teljesen megjósolhatatlan. Nem lehetett le, hogy lesz olyan jó csapat az Alba az idén, mint volt tavaly, de nem fogja megnyerni a bajnokságot, mert azok a nüanszok majd esetleg nem úgy döntenek. Nem tudom. Mi készen állunk rá, bár mondom még egyszer, minél ritkább egy gyümölcs, annál édesebb. Tehát, hogyha... Ezt már rögzítsétek ezt a felvételt. Akkor készen állunk rá. Ja, most így októberre könnyen mondom. Hát amúgy meg egyébként nem ismerjük még a teljes csapatot, hiszen több játékos sérült. Egyáltalán nem is láttuk az új játékosok közül némelyiket. Szóval, ha közöttük van egy olyan ász, mint mondjuk Justin Edwards volt, akkor ennek a csapatnak azt gondolom lehetnek reményei. Annál is inkább, mert azért azt mindenkinek figyelmébe ajánlom. Nem sokszor van úgy, hogy Branislav Zunic a nézőtérről nézve némi indulatokat is tud szítani a közönségben. Úgy tűnik, hogy éppen nem jól cserélt, nem az játszott, akit a közönség szeretne, de hát bízunk abban, hogy ő kicsit jobban ért hozzá, és számomra roppant meggyőző az, hogy ő 5 éve dolgozott itt Fehérváron. Az 5 év mérlege 4 bajnoki döntő, abból 2 bajnoki cím, és becsúszott egy gyenge harmadike is.
Hát meg két kupa győzelem, igen, és a másik garanciánk pedig Keller Ákos, aki gyakorlatilag lehet, hogyha most nem tudom, Liptó-Szent Miklósra szerződne, ott is bajnok csapatot csinálna, ez egy másik bajnokságban, de tehát ő az, aki zsinórban ötször nyert már bajnoki címet. Mint ahogyan Branislav Zunic a könyv elején mondja is, hogy könnyű dolguk volt, sikerült megszerezni Keller Ákost, és ugye ahol Keller Ákos játszik, az a csapat magyar bajnok, ez így van 5 éve. Hát akkor hátra is dőlhetünk tulajdonképpen, és föltehetjük a lábunkat. Egy végszót még hadd mondjak, Tomi, ez direkt a te kedvedért, mert a fehérvári sportban eddig mindig csak a kosár csapatról született ilyen könyv, hogy én azt kívánom neked, hogy az általad tényleg olyan szeretettel figyelt és követett és kommentált női kézilabda csapatról is tudjál egyszer írni egy hasonlót, és legyen nagyon örülnék, Alba csávók mellett, nem tudom, Alba csajok is egyszer, lehet, hogy ezt a brendet el kéne adni nekik. Hiszen ez is egy régi álom, mert ugye még kézilabda bajnok csapata szintén nem volt a városnak. Nem, hát de amíg a Győr meg a Ferencváros ilyen erős, addig... Hát igen, addig ez annál nagyobb szenzáció lesz. Én elkezdem írni, hogyha lefújják a bajnoki döntőt, az egészen biztos. Egyébként még egy gondolat a végére, hogy azért az is szerintem valahol ilyen jelzésértékű, hogy a könyv úgy jelent meg, hogy majd a hétvégén kezdi ugye pont a Falkó ellen a bajnokságot. Hát igen, ez egy jó jött ki így, hogy a nemzetközi kupa miatt, ami egyébként tényleg szenzációs dolog, és még egy fél mondata csak visszautalva, 61 mérkőzést játszott ez az Alba, szerintem soha ennyi tétmérkőzést nem játszott fehérvári kosárlabda csapat egy szezonban, de ugye most megint a nemzetközi kupa miatt kellett elhalasztani az elsőt, és hát így, hogy Szombathely, rögtön az elején, tökéletes felvezetése lesz a szezonnak. Visztek néhány példányt? Szombathely szurkolók? Hát veszek, hogy dobáljuk neki. Hát éppen adhattunk egy próbált a kosaras sportálókkal, nekik is átadtuk a hírt, hogy megjelent a könyv, és hogy akár utánvétel megrendelhető. Amúgy egyébként azt gondolom, hogy nem írtunk semmi olyat benne, ami különösebben sérthetne bárkit, különösen nem a falkósokat, hiszen egy kőkemény, nagyon jó ellenfél volt. Ahhoz, hogy igazán nagy legyen egy siker, az nagy ellenfelek is kellenek a Falkó. Ilyen szempontból abszolút jó ellenfél. Azt meg, amit 17 évvel ezelőtti Szolnokról írtam, az már. Arra már csak Szolnokon emlékeznek. Az elévült. Hát én tényleg azt kívánom nektek, hogy szülessen még jó néhány ilyen könyv a következő években, minden évben mondjuk egy. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök pedig keressék, több helyen is meg lehet vásárolni ezt a könyvet, tehát nyilván a Gáz utcában, a sportcsarnokban is, meg még egyéb más helyeken, hogy hol azt például a fehérvárponton is el tudják olvasni. Köszönöm szépen már a megtisztelő figyelmüket, ez volt a Bajnokok Városa, ezzel a műsorom, hogy legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, viszontlátásra.